A szerbiai útjai közvállalat szakemberei úgy értékelték, hogy a temesen átívelő híd nem biztonságos. A tilalom ellenére a polgárok mégis használták a hidat, és ezzel az tovább rongálódott. A híd lezárása miatt a tamáslakiaknak mintegy 10 kilométeres kerülőutat kell megtenniük nagybecskerekig. Értjük mi azt, hogy a szakértők véleménye ellen nem tehetünk semmit, de tavaly március óta semmit sem dolgoztak a hídjavításán. Ideiglenesen erre a vágányra terelték át a Belgrád újvidék Budapest tehervasutat, tehát a vonatok használhatják a hidat, a személygépkocsik pedig nem. A híd másik oldalán Orlód helyezkedik el, ahol nincs benzinkút, így a legközelebbi töltőállomásig most mintegy 10 kilométert kell megtenniük a helyieknek. Ez különösen a mezőgépek esetében okoz nehézséget. Sajnos hirtelen nem tudunk hosszú távú megoldással előállni, viszont a Szerbia útjai már dolgozik a gépjárművek számára tervezett új híd kiépítésének terv dokumentációján. Mi most megpróbálhatunk a katonaság segítségével ponton hidat építeni a Temesen át, vagy a másik lehetőség a botos Tamáslaka orlót közötti határút teljes felújítása, ami sok pénzbe kerülne. A Tamáslaka és Orlót közötti híd az 1880-as években épült, és azóta halad át rajta közúti és vasúti forgalom is.